Köszöntöm Önöket! A Vasi Kaleidoszkópot a Vármegye magazinját látják. Több mint 6,6 millió forint adomány gyűlt össze a tavaly decemberi jótékonysági vadászaton Vas vármegyében. A Markusovszki Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályának vásároltak 14 darab orvosi eszközt, amivel a gyermeksebészeti részleg laparoszkópos műszerparkját fejlesztették. Országosan 10. alkalommal Vas vármegyében negyedszer szerveztek tavaly évvégén jótékonysági vadászatot. Az egyik legnagyobb hazai karitatív program megmozgatja a vadásztársadalmat és más civil támogatókat is. Az összegyűjtött pénzzel kórházak gyermekosztályait támogatják, eddig 23 intézményt segítettek így módon. 170 millió forintot juttattunk eddig a jótékonysági vadászaton keresztül a magyar egészségügybe, 286 orvosi eszközt vásároltunk, és több mint 113 ezer beteg gyerek gyógyulásához járultunk hozzá. Én azt gondolom, hogy a jótékonysági vadászat a magyar vadásztársadalom igazi lenyomata. Vasban különösen aktívak voltak a jótékonykodók, a vármegyék között itt sikerült a második legmagasabb összeget összegyűjteni. 6.670.635 forintból vásároltak eszközöket a Markusovszki Kórház gyermekosztályának, hogy bővíthessék a gyermeksebészeti részleg laparoszkópos tornyát. A kulcslyuksebészetnek is nevezett eljárás előnye a rövidebb műtéti idő és a gyorsabb gyógyulás. Ebből a közel 7 millió forintból 14 eszközt tudtunk vásárolni, úgyhogy ez óriási előrelépés, óriási lendületet adott. Ugye azért szeretjük a laparoszkópos gépparkot minél jobban és minél intenzívebben fejleszteni, mert ez a modern gyermeksebészeti beavatkozásnak most már az alapillére. Csuka Lajosné, a kórház gazdasági igazgatója arról beszélt, hogy a gyermekosztályon 74 ágyon folyik ellátás, idén eddig 2600 fekvőbeteg és 12000 járóbeteg fordult meg náluk. A kórház saját erőből is támogatja az osztály eszközfejlesztését, tavaly 15 millió forint értékben vásároltak felszereléseket. Megköszönte a felajánlást, mint mondta, jó helyre került az összeg. Az adománylevelet Kondora Bálint adta át, aki elmondta, büszke a Vas vármegyei támogatók példaértékére. Összefogására. Ezt nagyságrendileg 60 felajánló, 60 jótékonykodó adta össze. Ezek között vadászemberek és nem vadászemberek egyaránt voltak, hiszen a jótékonysági akcióval megszólítottunk olyan cégeket, magánszemélyeket is, akik nem a vadászat szeretete miatt lettek meghívve, hanem egyáltalán azért, hogy részesei lehessenek egy ilyen típusú akciónak. Az átadón elhangzott, gyerekek gyógyulását segíteni egyet jelent a jövőbe való befektetéssel. Továbbra is várják a segíteni szándékozó támogatókat a programba, ami a tervek szerint tovább folytatódik. Csak nem 8 millió forintot sikerült összegyűjteni a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház javára a Richter Egészségváros programján. Az összeget műszerbeszerzésre fordítják. Az érdeklődők 21 féle szűrővizsgálaton és tanácsadáson vehettek részt, valamint egészségtudatossággal kapcsolatos előadásokat hallgathattak. Ezzel adománypontokat gyűjthettek, amit a Richter pénzre váltott. Szünet nélkül esett az eső vasárnap, de ez sem riasztotta el az érdeklődőket, folyamatosan jöttek, sorbanállás alakult ki a sátraknál. Lehetett többek között vérnyomást, koleszterin szintet méretni, csontsűrűség és érszűkület vizsgálaton, asztma tanácsadáson is részt vehettek az emberek. Egy cukorgyógyszert szedek, és azt mondta a doktornő, hogy a koleszterinre mindig figyelni kell, és ezt jöttem megméretni, és a csontritkulást, mert ugye az tavaly voltam, nem volt gond, de majd csak jövőre mehetek újra, és itt most megméretném, hogy most a köztes időben is véletlenül remélem nem romlott. A központi sátorban előadások és beszélgetések követték egymást. Radványi Dorottya elsőként Nagy Lajost, a kórház főigazgatóját, és Nemény András polgármestert kérdezte a város egészségügyi helyzetéről. A Richter a nőkért sátorban pedig ismert emberek beszéltek egészségtudatossággal és életvezetéssel kapcsolatos témákról. Szili Nóra televíziós műsorvezető és pszichológus a megküzdési stratégiákról beszélt, és a 40 fölötti nőkhöz szólt.
Mikor az ember egy kicsit újrafogalmazza akár a női szerepeit, akár az életben való dolgait, vagy akár a menopauza eljövetelével a nőiesség testi, fizikai, akár lelki változásaival is meg kell barátkozni, el kell fogadni. Ebben jó lenne, ha amennyire csak lehet pozitív szemlélettel lennénk. A résztvevők a saját egészségük megőrzése mellett a Markusovszky kórházért is tehettek, hiszen minden egyes szűrésért, tanácsadásért, élőben vagy online meghallgatott előadásért 500 forintot érő ponttal gyarapíthatták a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt. Belépéskor egy QR kóddal ellátott karkötőt kapott mindenki, ezt olvasták le az egyes állomásokon. A 2009-ben elindított programnak ez volt a 94. helyszíne. 15 évvel ezelőtt indult útjára az Egészségváros program, és a célunk az volt, hogy egészségszűréseket és nevelési programokat indítsunk útjára különféle városokban, 6-7 városban évente, és alapvetően a célunk az teljesült is, és minden évben jelentkeznek a városok és a bennük működő egészségügyi intézmények, hogy az Egészségváros látogasson el onna. Ez egyben megerősíti azt is, hogy igény van erre a fajta rendezvényre. A gyerekeket bábszínházzal, kézműves foglalkozással és arcfestéssel várták. A színpadon helyi egyesületek mutatkoztak be, köztük a kötélugrók is. A rossz idő ellenére a szombathelyiek aktívak voltak, a program jól sikerült. Több mint 1000 szűrést végeztek el, 20 esetben súlyos, 120 esetben közepes eltérés mutatkozott a normál értékekhez képest. Az érintetteknek további szakorvosi vizsgálatot javasoltak. Összesen 7.983.000 forint gyűlt össze a kórház számára, ebből egy elektrokoagulátor készüléket vásárolnak, amit nőgyógyászati műtéteknél használnak majd. Családi délutánt szerveztek az Országos Mentőszolgálat 75. születésnapja alkalmából Szombathelyen a Kalandváros előtti téren. Időutazásra hívták a látogatókat, bemutatták, hogyan folyt a mentés 50 évvel ezelőtt és miként dolgoznak napjainkban. Ezúttal az ünnepelt adott ajándékot, félautomata defibrillátor került a Kalandváros fogadóépületébe. Ezúttal nem történt baj, ünnepelni hívták a mentők az érdeklődőket. 75 éves az Országos Mentőszolgálat. A Mentésügyi Alapítvány és a Mentőszolgálat nevében Köcse Tamás egy félautomata defibrillátort adott át a polgármesternek. Az életmentő eszközt a Kalandváros pénztárában helyezték el. Ez már a 18. ilyen gép, ami nyilvánosan elérhető Szombathelyen. A mentő szerintem az a családtag, akire mindig minden körülmények között számíthatunk. Én nekem polgármesterként pedig mindig egy biztos bástyát jelentettek és jelentenek. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni, meg azt is, hogy ezzel egyen biztonságosabb a városunk. Segítség! Jöjjön valaki, nagyon fáj a lába! A mentők időutazásra invitálták az érdeklődőket, bemutatták, hogyan történt 50 évvel ezelőtt egy biciklis baleset sérültjének ellátása, amikor még nem volt mobiltelefon. Egy NISA rohamkocsi érkezett a helyszínre, korabeli egyenruhában régi eszközökkel dolgoztak a résztvevők. Az eseményeket Horváth Balázs mentőtiszt kommentálta. Akkor is fontos volt a sérült megnyugtatása, fájdalmának csillapítása, gyógyszert, kéggázt, infúziót, vérnyomásmérőt, vákummatracos hordágyat alkalmaztak a mentésnél. Egy hölgy elesett biciklivel és nagyon jajgott, nagyon fáj valamilyen. Azt is bemutatták, hogyan dolgoznak napjainkban. A mentési láncban egyre fontosabb szerepet kap a szemtanú, aki a mentés irányító telefonos segítségével azonnal képes beavatkozni. Mind a fiatal generáció, mind a szülők, nagyszülők generációja láthatta belőle, hogy a laikusnak is milyen nagyon fontos szerepe van. Akár abban, hogy felfedezi, elkezdi az első segélyt, segítséget kér, és együttműködik a mentőkkel. A mi számunkra nagyon fontos a helyszínen lévő szemtanú. Ma már több gyógyszer és eszköz áll rendelkezésre. A fájdalomcsillapítót például tűszúrás nélkül lehet adagolni. A törött végtagon húzót tartást alkalmaznak, miközben gépekkel figyelik az életfunkciókat. A mentés nem lett feltétlenül gyorsabb, viszont korszerűbbé vált. Innovatív, a beteget
inkább kímélő eszközös beavatkozások is bekerültek a rendszerbe, úgy, mint a lapáthordágy, amellyel kíméletesen lehet fölemelni a beteget, a húzósin, amely a tört végtagot stabilan rögzíti, vérzés csillapít, és a medenceövet is láthattuk, amelyik a súlyos sérültek hasüregi vérzését hivatott megakadályozni. A két bemutató fő üzenete az volt, hogy a mentők régen és ma is ott vannak, ahol szükség van rájuk. A családi napon a vállalkozó kedvűek megtanulhatták az újraélesztés helyes technikáját, online quizt tölthettek ki a bemutatóban elhangzott információk alapján, és a korábban kiírt rajzpályázat eredményeit is kihirdették. Tarts velünk, építsük együtt a jövőt! Ez volt a címe annak a konferenciának, amit Bükön rendezett a Vasvár megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat. A roma felzárkóztatás, valamint a közéleti megújulás volt a téma. A Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár adott helyszínt a közéleti konferenciának, amely jól illeszkedik a színvonalas Büki Roma Nemzetiségi Programok sorába. Ismételten egy olyan rendezvénynek adhatunk otthon itt a városunkban, illetve a művelődési központban, ami jól illeszkedik abban a sorban, amit a roma kultúráért, illetve a roma kultúra, tudományos, politikai élet témájában a roma közösség vezetője fölvállal. Most Krisztián esetben feladat, nem is feladat, hogy ezt tovább vigye, hiszen akár a művelődési központ, akár a városunk témában helyszínt adott. A nyugat-magyarországi megyékben a hagyományőrzés és a kultúra ápolása lehet elsődleges feladata a nemzetiségi önkormányzatoknak, míg a keleti ország részben szociális feladatok is hárulnak a roma érdekképviseletre. És ez elsősorban azért, mert más társadalmi és gazdasági környezetben vagyunk, más társadalmi és gazdasági és kulturális igények is felmerülhetnek. És úgy, hogy alapvetően a roma kultúra, a roma hagyomány az megyénként az alapindítatását, vagy pontosabban az alapértékét tekintve nincs különbség benne. De mégis. És ez a szépsége a roma kultúrának is, és a roma hagyományoknak is. Hogy ugyan egyről beszélünk, van roma egyetemes kultúra, de azon belül is megjelenik az a fajta sokszínűség, amelyek mi romák, cigányok, betestesítünk. És hogy miért mondom ezt? Ez azért, mert pont ez a lényege, nem a sokassága, hanem a tartalmi része a lényeges, ami számomra. És Vas megyében annak ellenére is, hogy egy gazdaságilag és társadalmi szempontból érezhető egy nagyfokú fejlődő képesség és egy fejlettségi szint, a roma érdekképviselet és a roma kultúra, ha úgy tetszik, a kulturális autonómiában előremutató lépések vannak. Egyrészt azért, mert Vas megyében a nemzetiségi önkormányzatok a többi, mondjuk hátrányos helyzetű nemzetiségi, vagy területen lévő nemzetiségi önkormányzatok esetében itt mindinkább és még erőteljesebben a kulturális autonómiára és a kulturális identitás erősítésére fordítják az erőforrásaikat. És ez a jó. És azt is el kell mondani, hogy a nyugat-magyarországi megyékben az élethelyzetek közti különbségek nem olyan mértékűek, mint mondjuk Kelet-Magyarországon, ebből adódóan a nyugat-magyarországi roma nemzetiségi önkormányzatok azt is mondhatjuk, hogy pár lépéssel előrébb járnak. Előrébb járnak abban a társadalmi folyamatban, amelyben mi célunk az az, hogy az országban bárhol is éljenek, Kelet-Magyarország, keleten, nyugaton, északon, délen, ugyanazokat az élethelyzeteket vagy minőséget megéljük. A roma önkormányzatok története és jelene mellett a civil szféra lehetőségei volt a másik téma, amit megvitattak a Bükön rendezett roma nemzetiségi konferencián. Nyílt napra hívták az érdeklődőket Ódor Ervin oszkói tejgazdaságába. A rendezvény uniós támogatással valósult meg.
16 fejlesztő szervezet a Pannon helyi termék non-profit Kft. Vezetésével csaknem 80 millió forintot fordíthat a helyi termelők támogatására, termékeik népszerűsítésére. Ódor Ervin korán kezdi a napot. Az oszkói üzemtől 20 kilométerre található Batykon már hajnali 4-kor megeteti a marhákat. A közel 3,5 hektáros telepen 70 darab állatot kell ellátni. Az állomány több mint fele fejhető tehén, ám mostanában csak 14 ad tejet, ugyanis ennyi a piaci igény. Ez naponta körülbelül 250 liter tejet jelent, de akár a duplájára is lenne lehetőség. A gazdaság rendszerint egy szombathelyi és egy rábahíd végi tejautomatához szállít friss tejet. Nagyon korán, olyan 4 óra után jövök ide, akkor itt elvégzek mondjuk egy olyan 7 órára, akkor utána jönnek a földi munkák, takarmányt, elajtása, és délután meg hát ilyen 4 óra, 5 óra körül megint visszajövök. És ha tájterméket akarunk csinálni, az általában hétvégén szoktam vele foglalkozni. Meg mikor az időnk engedi. Ezért télen egy kicsit egyszerűbb, mint ilyenkor. Ilyenkor csomó földmunka van, később a takarmány előállítás, vagy a kaszálás, ballagás, stb. Hát ilyenkor egy kicsit nehézkesebb. Időszakonként változik, mekkora igény van a friss tejre. Az oszkói üzemben sajt, túró, joghurt és tejföl is készül. Itt tudunk tejterméket előállítani, ez egy sajtkár. Ebben tudunk sajtot, joghurtot, túrót készíteni. Akkor ott mögöttünk egy poharfehér hegesztőgép, ez ilyen joghurtos poharra például azt tudunk hegeszteni, hogyha joghurtot csinálunk rá. Akkor ott a hátul levő gép, az ahhoz egy olasz töltőszerkezet, ami tudja azt, hogy gramra vagy akár térfogatra is meg tudja tölteni akár még joghurtot is, tehát sűrűbb dolgot is. De tejet, kakaót, akármilyen ki tud tölteni. A kóstolóra érkezett vendégek elsőként a hamisítatlan, friss falusi tejből kaptak ízelítőt. Ennek zsírtartalma akár háromszor annyi is lehet, mint a boltokban kapható dobozos tejnek. Hát más. Hát olyan tej. Hát annak igen. Köszönjük szépen, nagyon finom volt. A tejkóstoló után következett a joghurt, a tejföl, a sajt és túró. Közben bepillantást nyertünk a tejtermékkészítés fortéjaiba is. Túrót általában azt a hagyományos módszerrel szoktuk csinálni, tehát ha megaltassuk a tejet, és mikor megalszik, akkor leszedjük a föld róla, és akkor utána kimenegítjük. Az meg olyan 40 fok körül kezd el kiválni a túró. A túró mellett gomolya vagy trapista jellegű sajtok készülnek Ódor Ervin gazdaságában. Az üzemlátogatás végén mindent meg lehetett kóstolni, a tejtermékek szerelmeseinek nagy örömére. Harmadik ciklusát kezdi meg elnökként Seregi Miklós a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége élén. Tisztújító és évértékelő küldött gyűlést tartottak Vaskeresztesen. Átadták a szövetség rangos díjait, 3 kitüntetettet köszöntöttek. A vármegye legnagyobb civil szervezete idén 30 éves. Júliusban a Pinkavölgyi Halasnapon széles körben is megünneplik a kerek jubileumot. Seregi Miklós köszöntötte a küldött gyűlés résztvevőit. Elmondta, hogy épp 30 éve, 1993. május 13-án jegyezték be hivatalosan a szövetséget, idén ünneplik a 30. születésnapot. Jegyakciókat, játékokat hirdetnek és készülnek a Pinkavölgyi Halasnapra. Pinkavölgyi Halasnapon fogjuk július 8-án majd a közönség számára is megünnepelni a születésnapot. Igyekszünk egy olyan halasnapot szervezni, amiben minél több halételt tudunk bemutatni, illetve az egyesületünk aktív közreműködésével több központi főzőhelyet szeretnénk kialakítani. Vasvár megye horgászatáért díjat vehetett át Majtényi László, aki 1998 óta vesz részt aktívan a vasi turizmus fejlesztésében. 25 éve tagja, 9 éve elnöke a Vasvár megyei közgyűlésnek. Lehetőséget adott a horgászszövetségnek, hogy részt vegyen a megyei terület fejlesztési stratégia kidolgozásában. Ennek köszönhetően számos vízparti beruházás valósulhatott meg. Nem csak a megye legnagyobb civil szervezetéről beszélünk, a 12 ezer horgászról, hanem a barátaikról, a családtagjaikról, ismerőseikről.
és ezekkel a fejlesztésekkel, amit a megyei szövetség koordinálásával sikerült megvalósítani, olyan igényes helyek jöttek létre, ahol nem csak a horgászat, sporthorgászat gyakorlására van lehetőség, hanem a szabadidő értelmes eltöltésére igényes, szép környezetbe. Majtényi László elkötelezett a gasztronómiai tradíciók ápolása iránt is. 3 éve megjelent Vad és halételek a nyugati végeken című receptgyűjteménye. A halas napokon bemutatókat is tart. Mindig próbálom rekonstruálni azt, ami régen volt, azokat a dolgokat megkeresni, amik jók, és érdemesek arra, hogy megmentsük őket. És amire itt a Norbi utalt, egyszer készítettünk itt agyagbundába sütött halat. Nem kell semmi hozzá, parás kell, hal kell, egy kis só kell, meg sár. És szerintem ezt több ezer éve gyakorolja az ember, néha elfelejti. Ugyancsak Vasvár megye horgászatáért díjat kapott Porteleki Gábor, az Elektromosok Sporthorgász Egyesület elnöke. Versenyzőik kiemelkedő sikereket érnek el a helyi és országos viadalokon is. Megpróbáljuk a fiatalokat bevonzani, utánpótlást generálni. Abból viszont lehet már látni az eredményeket, hogy tényleg versenyszintű, országos jellegű a versenycsapataink is, versenyhorgászaink is. Nagyszerű érzés, hogy országos megjelenésű csapataink vannak és versenyhorgászaink. Porteleki Gábor a folyóvízi harcsahorgászat szerelmese, rendszeres résztvevője a halasnapnak, füstölt harcsájával országos halételkészítő versenyre is kijutott már. Vasvár megye horgássportjáért díjjal tüntették ki Monos Tibor műlegyező szakírót. Évtizedek óta ír horgászmagazinokba a szakágról és a vasi vizekről. Nagy szerepe volt az országos bajnokság elindításában, tagja volt a nemzeti válogatottnak és szövetségi kapitányként is vezette azt. Szívén viseli a vasi patakok őshonos Sebes-Pisztráng állományának erősítését. A Vasmegyei Szövetség ugye újra elkezdte telepíteni a Sebes-Pisztrángot, a vasi került részt vennem segíteni, fiatalokat is nevelni, aztán hát a mai napig is tart tulajdonképpen. Tehát maga Sebes-Pisztrángot szeretete, a patakoknak a változtossága, ezeknek a tiszta vizeknek, főleg amikor nincsenek ilyen nagy esők, mint most, hát szerintem nagyon sok élményt ad meg, tapasztalatot, tanulságot, kellemes perceket az időtöltésbe. Az évértékelőn elhangzott, hogy tavaly sikerült elérni a 12 000 fős rekordhorgász létszámot. Az elnökség köszönetet mondott a szövetség munkáját segítő, együttműködő önkénteseknek, partnereknek. A küldött gyűlésen tisztújítás történt. Újabb 5 évre elnökké választották Seregi Miklóst, Laki László alelnök maradt. Szavaztak a 4 tagú felügyelőbizottság és a 28 tagú intézőbizottság összetételéről is. Az egészséges táplálkozás és a felelős állattartás is téma volt a Büki Csodaország óvodában. A nevelési év egyik csúcspontjaként megtartott egészségnapnak 3 segítő kutya is részese lehetett a Nestlé közreműködésével. Nagyon mókás feladat utánozni egy jól nevelt Ebb mozdulatait. És igazi élmény rácsodálkozni arra, hogy milyen okos és ügyes egy segítő kutya. Mille, hozzad! Hozzad! Szerintem meg kell nézni a kamerát, úgy! Nézd csak! Hozzad! Hozzad! Nézzétek, ebbe is tud nekem segíteni! Ügyes! A kutyás programokat nagyon szívesen vették az óvisok. Fontos tapasztalatokat és élményeket szerezhettek a különleges napon. A Nestlé kitűzte célul, hogy 2030-ig több mint 50 millió gyereknek ad tudást, segítséget az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatban. Mi most próbálunk ehhez a számhoz egy kicsit hozzátenni. A gyerekek több állomáson keresztül kapnak megfelelő ismeretanyagokat arra, hogy hogyan lehet és hogyan kell egészségesen táplálkozni, zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatban információkat, mi mikor terem, és próbáltunk egy kicsit, ugye a Büki gyár lévén, itt az állatokkal kapcsolatban, próbáltunk egy kis ismeretanyagot átadni a felelős és a helyes állattartással kapcsolatban. A felelős állattartásról nem lehet elég korán hallani, és érdemes komolyan venni még a kutyasétáltatást is. Sétáló!
fogunk sétálni, egy kis dombra lesz csücsülünk. Csücsülünk! Mindenki lebugolt, a Lujti az, aki leül. Nem csak egy-egy napon, hanem az egész nevelési évben kiemelt figyelmet kap a környezetvédelem és az egészség csodaországban. Az óvodáskorú gyermekek életében nagyon fontos az egészséges életmódra való nevelés, a prevenció, az, hogy már kiskorban megismerkedhessenek azokkal az alapfogalmakkal, azokkal a tevékenységekkel, azzal az életmóddal, ami később tulajdonképpen az egész életükre kihat, tehát hogy legyünk egészségesek. A tanév nevelési év során nagyon sokszor foglalkozunk mi ezzel, tehát minden nap előkerül a mindennapjainkba, és vannak olyan ünnepeink, jeles napok, vagy olyan projektjeink, amikor meg központosulva csak ezzel foglalkozunk. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, amit most a Nestlé tudott nekünk biztosítani, mert hogy nem csak az óvodai szakemberektől hallják a gyermekek, hanem a saját biztonságos közegükbe jöttek el külső szakemberek, akik megerősítést adnak nekik, egy kicsit összefoglalják azt a tudást, amit ők megszereztek már. Üvegállom címmel különleges tárlat nyílt a Kámoni Arborétumban. Kőszegi iparművészek mutatják be sárkányokkal, tündérekkel teli fantáziavilágukat, illetve hulladék üvegből készült fali képeiket. Tamási Gabriella és Széplaki Balázs kiállítása június közepéig látogatható. Pókhálóban tündér esett csapdába, mész színű sárkány tartja a poharat, itt pedig állarc néz szembe a látogatóval, különleges alkotások üvegből. Az üvegállom elnevezésű tárlaton az újrahasznosítás is nagy szerepet kap. Ez itt egy kis játék a fényekkel. A vizet szerettem volna vel ábrázolni, meg a levegőt. Tehát mind a kettő olyan érdekes és kicsit megfoghatatlan anyag. Most erről azt szeretném elmondani, hogy ez tulajdonképpen hulladéküvegből készült. Az alkotó a rogyasztás technikájával dolgozott, ami azt jelenti, hogy a síküveget képpé olvasztotta össze. Egy kerámia égető kemencébe történik tulajdonképpen a kivitelezése. Itt tükröt is használtam, ami ugye visszaveri a fényt. Ez tulajdonképpen, ez még egy kísérleti darab, hát ezt szeretném majd tovább folytatni, mert anyag van hozzá bőven, ugye rengeteg a magyarul a hulladéküveg, és ez ablaküvegből készül, meg ilyenekből. Az iparművész több évtizede foglalkozik az üveggel, úgy fogalmaz, hogy nincs hulladék, csak hasznos anyag. Legközelebb augusztusban lesz tárlata Tamási Gabriellának Kőszegen a Jurisics várban. Formailag a két művész alkotása könnyen megkülönböztethető, a falon Tamási Gabriella alkotásai függnek. Ezek hidegen összerakott, majd kemencében összeolvasztott üvegek. A vitrinekben más jellegű munkák állnak. Ez az orchidea, vagy a sárkányok. Üvegcsőből, üvegbotból készültek, lángban formálódtak. Díszpoharak is helyet kaptak a kollekcióban. Nagy hatásra voltak rám a velencei üvegek, és abból merítettem, de kicsit átformáltam a saját fantáziámra, meg kezemre az egészet. Meg a technika is ezt a... Tehát technika is ezt kívánta meg, hogy így lehessen megcsinálni, mert ők utába dolgoznak, én meg asztal mellett. Miben hasonlít a velencei üvegekre? Felépítésébe, tehát a szerkezetébe. Ez a darab oxigénnel, gázlánggal készült. Az évtizedek óta alkotó művész azt mondja, csipeszt vastüskét használt az üvegrudak formálásához. Az üveg törékeny kis plasztikát nehéz belőle készíteni, mert könnyen tönkre megy. Fény kell hozzá és tér, az arborétum emeletén mindkettő megvan. Az Üvegállom című kiállítás június közepéig látogatható. A keresztények egyik legfontosabb feladata tanúságot tenni Jézusról. Ehhez szükségük van a hitbeli megerősítésre, amit a Szentlélek ad a híveknek. Ezt tapasztalhatták meg a kétnapos lélekfesztivál résztvevői. Ahogy tavaly, úgy idén is az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők Szombathelyre.
Pénteken misével, majd szentségimádással vette kezdetét a Székesegyházban a Pünkösd élményét, a Szentlélek kiáradását középpontba helyező fesztivál. A keresztény hagyomány szerint Jézus feltámadása után 50 nappal olyan hatás érte tanítványait, amely megerősítette őket hitükben. Ezután már félelem nélkül beszéltek Jézusról. A hitben való erősödésre ma is szüksége van a híveknek, ahogy az imádságban való elmélyülésre és a közösségi élményre is. Ezt adta a résztvevőknek a Lélekfesztivál, amit már második alkalommal rendeztek meg Szombathelyen. Igen, biztos, hogy az érdekel, hogy engem Isten mostanában mire hív. Tehát, hogy én most saját magam szempontjából néztem ezt a történetet, hogy vannak bennem érintések, meg szólítgatások, és megpróbálok annak eleget tenni. És hát így a Lélekfesztivál is így bekúszott az életembe, ami egy ilyen különös ajándék volt tavaly ilyenkor. Hogy miért ajánlom mégis, hogy miért jó mégis itt lenni, az biztosan a közös imának az ereje. Szóval lehet imádkozni egyedül, amikor közösen imádkozunk, akkor abban van erő, abban van húzóerő. Szombaton reggeli dicsőítéssel kezdődött a nap, majd fakultációk következtek. Gájer László a Székesegyházban tartott előadást az imádságról. A Brenner Kollégium udvarán dicsőítő zenére aerobikozhattak az érdeklődők, a díszteremben pedig imádság ihlette alkotások születtek. A megyéspüspök szentbeszédében utat ajánlott, ami közelebb segítheti az embereket a Szentlélekben való életre. Akkor találkozz szeretett titkával, dönts mellette, életre szólóan. Lép rá a keskeny, a nehéz útra, és tanuld meg a három H betűt az első keresztényektől. Hitték, hiteles volt az életük, és hirdették. Az ország minden tájáról érkeztek résztvevők a programra. Sokan jöttek Vas és Zalavár megyéből, de Szombathelyről is. Nekem ez a Szentlélek ereje az, ami úgy igazából bennem van is. És mindig az ilyen dicsőítő alkalmaknál azt érzem, hogy tényleg az Isten valóságos, és ez egy nem halott Isten, hanem ő egy élő Isten. És cselekszik bennünk, általunk, és a közbenjárásban is azt éreztem, hogy fú, de velem van, és most is, hogy eltölt, és ez olyan csodálatos szerintem. Számomra azért fontos ez az alkalom, mert ilyenkor minden évben egy új lendületet kaphatok a Szentlélektől, és ez segít abban, hogy a hétköznapokban is így a jó Istennek éljek, és ezért mindenképpen fontosnak tartottam, hogy eljöjjek, mert ez mindig sokat ad. A kétnapos fesztivál Csiszér László és zenekara dicsőítő koncertjével ért véget. Önök a Vasi Kaleidoszkópot, a Vármegye magazinját látták. A műsort készítő szerkesztőségek nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!